Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Nagy Böjt, 4. vasárnapja van az örvendezés vasárnapja. Mai szentmisénket elhunyt Mufics János testvérünkért ajánlom fel. Imádkozzunk érte. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Szent fiad által csodálatos módon magadhoz békítetted az emberiséget. Engedd kérünk, hogy keresztény néped készséges ölátadással és élő hittel készüljön a közelgő ünnepekre, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Sámuel első könyvéből. Az Úr így szólt Sámuelhez, törzs meg szarudat olajjal, és kelj útra. Menj el Izájhoz Betlehembe, mert fiai közül szemeltem ki a királyt. Amikor megérkezett és meglátta Eliábot, azt gondolta, nos, itt áll az Úr előtt az ő fölkentje. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek, ne a külsejét és magas termetét nézd, mert hisz elvetettem. Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet. Izáj így bemutatta Sámuelnek 7 fiát, de Sámuel így szólt Izájhoz, ezeket nem választotta ki az Úr. Aztán Sámuel megkérdezte Izájt, mind itt vannak fiaid? A legkisebb nincs itt, válaszolta, anyáját őrzi. Sámuel erre meghagyta Izájnak, küldj el valakit, keresse meg, mert addig nem ülünk az áldozati lakomához, amíg nincs itt. Izáj elküldött érte. Vörös volt, nyílt tekintetű és szép termetű. Az Úr így szólt, rajta, kent föl, mert ő az. Erre Sámuel fogta az olajos szarut, és fölkente testvérei körében. Attól a naptól eltöltötte Dávidot az Úr lelke. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Thank you.
Szent Lecke, Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ti, akik egykor sötétség voltatok, most világosság vagytok az Úrban. Éljetek hát úgy, mint a fény fiai. A világosság gyümölcse csupa jóság, igazság, egyenesség. Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében. Ne legyen részetek a sötétség meddő cselekedeteiben, inkább ítéljétek el azokat. Amit ugyanis a bűnösök titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen. Amit feltárunk, arra fény derül, és amire fény derült, az maga is fény. Ezért mondják, ébredj ki, alszol, támadj fel holtodból, és Krisztus rád ragyog. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek! És a veletekkel! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus útközben látott egy vakon született embert. A földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt hozzá. Menj, mosakodj meg a Siloé tavában. Siloé annyit jelent, mint küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak. Nem ez az, aki itt ült és koldult? Egyesek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig nem, csak hasonlít rá. Ő azonban kijelentette, én vagyok az. Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta, sarat tett a szememre, megmosdottam és most látok. A farizeusok közül egyesek megjegyezték. Nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot. Mások azonban így szóltak. Bűnös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni? És szakadás támadt köztük. Azután újból faggatni kezdték a vakot. Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta a szemeidet? Ő azt felelte, hogy próféta. A zsidók ezt felelték neki. Te oktatsz minket, aki mindenestől bűnben születtél, és kitaszították őt. Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle. Hiszel-e az ember fiában? Ő így válaszolt. Ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus ezt felelte. Látod őt, aki veled beszél, ő az. Mire az ember így szólt. Hiszek, Uram. És leborult előtte. Azután Jézus ezt mondta, ítélkezni jöttem-e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak. Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte, csak nem vagyunk mi is vakok? Jézus így felelt, ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban szeretett jó testvéreim! Láthattuk, hallhattuk az evangéliumban, hogy ez a vakon született ember micsoda kálváriát jár a gyógyulásáért. És Jézus kérdésére, hogy hiszel-e az ember fiában,
ő nem mérlegel, nem filozófál, nem hoz érveket mellette és ellene, pro és kontra, hanem egyértelmű választ ad. Hinni akarok benne. Gondoljuk csak át ennek a vak embernek a sorsát, egyáltalán a vakoknak a sorsát, a gyengén látóknak a sorsát, talán a környezetünkben is él ilyen ember, akinek nagyon rossz a szeme vagy vak. Milyen szörnyű életük lehet. Hát ennek a férfinak is nagyon nehéz volt az élete, de nagy szerencséje volt. Mi volt ez a nagy szerencse? Találkozott Jézussal. Találkozott az Isten fiával, és meggyógyult. Aki találkozik az ember fiával, aki találkozik Jézussal, az az ember meggyógyulhat. Mert Jézusnál gyógyulást nyerhet az ember. És minden kellemetlenség, ami a gyógyulása után jött, hogy számon kérték a farizeusok, meg kitaszították, az nem volt összemérhető azzal, amitől megszabadult. A vakságától. És erről világosan a magatartása beszél. És amikor újra találkozik Jézussal, akkor nem panaszkodik, hogy hogy viselkedtek vele az embertársai, hanem világosan is egyértelműen kijelenti, hinni akarok benne, hinni akarok az ember fiában. És érdemes megfigyelni azt a fokozatosságot is, ahogyan ez a vakon született ember közeledik Jézus Krisztushoz. Először úgy beszél Jézusról, hogy egy ember. Utána már prófétának nevezi Jézust. És amikor megszólják, a farizeusok számon kérik, akkor szinte ő azt mondja nekik, már számon kérve őket, hogy hát mit kérdezősködtök annyit, talán ti is az ő tanítványai akartok lenni? Még közelebb kerül Jézushoz. És a beteg ráébred arra, hogy aki ilyen megtételére képes, aki ilyen csodát tud tenni, mint Jézus, az csak az Isten oldalán állhat. És ezután már ő is, a meggyógyított is, az Isten oldalán akar állni. És aki ott áll az Isten oldalán, az becsületesen akar élni. Aki ott áll az Isten oldalán, annak életében már más lesz a szenvedés, más lesz a betegség, más lesz a kálvária járás, más lesz a halál. És ott vannak a gyógyítók, az ápolók. Közülük is, aki az Isten oldalán áll, az másképpen nézi a hivatását, a munkáját. Más lesz a küldetése. Az érzi, hogy a rábízott beteg, az a rábízott ember, az nem egy kísérleti nyúl, nem árucik, nem nyereséges vagy veszteséges pénzeszköz a társadalom javára. Az tanul Jézustól, attól a Jézustól, aki ingyen és szívből tanított, aki nem jól megtömött, pénzzel megtömött borítékért gyógyította a betegeket, hanem ingyen és szívből. De valamit ő is kér. Mit kér attól, aki gyógyulást vár? Hitet kér. Csak azzal az emberrel tud Jézus valamit is kezdeni, csak azzal tud csodát tenni, akiben megvan a hit. Hiszel-e az ember fiában? Hinni akarok benne. És helyreáll a rend, és megtörténik a csoda. Kedves testvéreim, egy olyan világban élünk, ahol káosz van.
ahol rettegés van, ahol félelem van, ahol hitetlenség van. És ha nincs hit, akkor nincs bizalom. Sírunk, kevesen vagyunk a templomban, hol vannak a fiatalok, a gyerekek, mit kellene valahogy másképpen csinálnunk? Az idősebbek emlékeznek rá, hogy annak idején régen a templomainkban missziókat tartottak. Sok helyen még vannak is missziós keresztek. Ez tegnap jutott eszembe, amikor a belvárosi templomban befejeződött a 24 órás szentségimádás, és nekem már nem jutott gyontatószék, hála Isten, ezért a bejárati folyosón gyontattam, és pont mellettem volt a missziós kereszt. Ránéztem, és ha jól emlékszem rá, talán 1948-ban volt a belvárosi templomban, a dzsámiban utoljára misszió tartva, amikor jöttek a papok, a ferencesek, a szerzetesek, és fölrázták az ott lakó népet lelkileg. Szerintem ez kellene ma is. Missziókat tartani, és mivel a papok, mi nagyon kevesen vagyunk, ezért itt vagytok ti, keresztény hívek, keresztény emberek. Missziót tartani a családjaitokban, a környezetetekben. Kérjetek és kaptok. Zörgessetek és ajtót nyitnak nektek, figyelmeztet bennünket Jézus. És akkor higgyük el, hogy a hit mellé megadatik minden szükséges jó, ami kell nekünk. Kedves testvérek, most nagybőjt közepén talán jobban a szemünk elé kerül a saját keresztútunk is, a kálvária járásunk. A mai világban is, most is sokszor már azért is, mert mi Jézushoz tartozunk. Hányszor kapjuk a gúnyos megjegyzéseket, hányszor látjuk a kétszínűséget, a félelmet, a megaláztatást, mekkora az egyház ellen a média lincselés, ott van a hazugság, a rágalom, a pletyka, és sorolhatnám tovább. Vagy keleten, amikor meggyilkolják a keresztényeket. De nekünk feladatunk van. Feladatunk van követni az evangéliumi példát. Meg kell vallanunk, nem csak a szánkkal, hanem a tetteinkkel is, hinni akarok benne. Hinni akarok az ember fiában. És ott vannak a tanítványok, megkérdezik, hogy vajon kivétkezett, amikor ránéznek erre a koldusra? Kivétkezett ő vagy a szülei? Az a felfogás volt abban az időben, hogyha testi fogyatékkal született valaki, vagy azzá lett, akkor biztos ő nagyon bűnös volt, vagy a szülei vétkeztek, és az Isten megbüntette őket ezzel. Az Isten nem a büntető Isten. Ugye mennyire nagyon is emberi kérdés ez? Milyen sokszor kérdezzük, zúgolódva, amikor valami rossz dolog ér bennünket. Hát miért? Miért pont én? Mit vétettem, hogy így büntet engem az Isten? Nos, erre is választ kapunk a mai evangéliumban. Mit mond Jézus a tanítványainak? Sem ő, sem a szülei nem vétkeztek. Azért történt ez vele, hogy kinyilvánuljon általa Istennek a dicsősége, a hatalma. Tehát az Isten eszköze volt ennek az embernek a betegsége, hogy általa Jézus isteni hatalma kinyilvánuljon. És értsük ezt jól. Eszköz volt, és nem bárki. Eszköz, aki szabad akaratából, elhatározásából találkozott Jézussal és hitt benne. Fontos felismernünk azt, kedves testvérek, hogy nekünk is együttműködő eszközzé kell válnunk az Isten kezében. Az Isten megszólít, téged is megszólít. Lehet, hogy a kálvária járásodban, lehet, hogy a szenvedésben, a betegségben, és
És amikor az ember meglátja életében az Isten akaratát, és elfogadja azt, akkor ez által is úgy is él, akkor ez által dicsőíti az Istent. Hát itt tett Jézus is a megváltó, a szenvedésében, a kereszthalálában. Megdicsőült benne az Isten. Én azt kívánom, hogy vegyük észre életünkben az Isten akaratát. Eszköz vagyok én is. Ez akkor válik javamra, ha együtt működök az Istennel. Ebben a mai káoszban, ebben a világban, Assisi Szent Ferenccel kérjük az Úrtól, Uram, tégy engem a te békéd eszközévé. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy Krisztus világossága vezessen bennünket földi életünkben. Add, Urunk, hogy egyházad a bűn és a tudatlanság vakságát az igaz hit világosságával orvosolja. Kérünk téged, hallgass meg minket. Világosítsd meg kegyelmeddel a népek vezetőit, hogy tisztállássák, mit kell a közösség javára tenniük. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vezess el, Urunk, a nem hívőket és a kételkedőket az evangélium világosságára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gyarapítsd, Urunk, egyházközségünkben a szeretet fényét és melegét. Kérünk téged, hallgass meg minket. A nagybölti lelki gyakorlatok nyissák meg szemünket szent akaratod felismerésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk és Istenünk, te vagy a világ világossága. Kegyelmed fénye oszlassa el lelkünkben a bűn sötétségét, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Örömmel ajánljuk fel neked, Istenünk, áldozatunkat, hogy az örök élet kenyere legyen belőle. Kérve kérünk, segíts minket, hogy hívő tisztelettel vegyük körül, és méltóképpen mutassuk be a világ üdvösségére, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az emberiség a sötétben téveiget, de ő a hit világosságára vezette megtestesülésének titka által, és akiket az ős bűn születésüktől szolgaságra vetett, a keresztvíz által Isten gyermekeivé fogadta. Az ég és a föld ezért énekli néked az imádás új énekét, és mi is az angyalok seregével együtt hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatig. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálódat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt János testvérünkről, összes többi elhunyt hívedről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne,
a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Istent Atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedben. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk! Istenünk, Te megvilágosítasz minden embert, aki a világra születik. Kérünk, ragyogja be szívünket kegyelmet, fényel, hogy mindig úgy gondolkodjunk, ahogy hozzád méltó, fölségednek kedves, és őszintén szeressünk Téged, Krisztus, a mi Urunk által. Hirdetem a kedves testvéreknek, péntek, ne felejtsük el, böjti nap. Itt Nagykozárban délután 3 órakor lesz a keresztuti ájtatosság. Jövő hétvégén nagy böjt, 5. vasárnapja, vagy ahogy az idősebbek emlékeznek rá, a fekete vasárnap. A szokott időben vasárnap 8:30-kor kezdődik itt Nagykozárban az istentisztelet. Jövő vasárnap a persei adományunk országos gyűjtés lesz a Szentföld javára. Köszönjük az adakozást. Továbbra is hirdetem, hogy húsvét vasárnapjával Püspök atya egyházmegyénkben megalakítja a Boldogasszony ima szövetséget, a gyűdi boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve egyházmegyénkért. Aki egy évre szívesen elköteleződne ebben az ima szövetségben, kérem, hogy a Szent Mise után jelentkezzen a sekrestjében névvel és elérhetőséggel. Továbbra is, illetve jövő vasárnapig várjuk a tartós élelmiszert a kedves hívektől. Ezeket majd a Caritas segítségével húsvét előtt a rászoruló családoknak fogjuk szétosztani. Köszönjük a felajánlásokat! Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Templomod urak, mielőtt távozom, tégre hullva, újból fohászkodom, húzgon esedezve, arra kérlek téged, áld meg családunkat és a távolevőket. Ha Te benned bízva munkája utálát, Ulla is munkájára áldásod harmatát, hogyha víz rohan rá, és tőled kér segít, jóságos kezeddel hárítsd el a veszélyt, hogy így napról napra hálat elt szívvel dicsérjünk Téged, most és mindörökké. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.